Dicsértessék a Jézus Krisztus, én Laci atya vagyok, ez itt a Prédikátorok vlog. Ezzel a videóval pedig kezdetét veszi vlogom első sorozata, amely keresztény életünknek egyik legfontosabb területéről fog szólni, mégpedig a Szent Jónásról. Mai témám az, hogyan is készüljek fel jól a Szent Jónásra, azaz a lelkiismeret vizsgálat. A lelkiismeret vizsgálat két alapvető igazságra épül, az egyik az, hogy minden embernek van lelkiismerete, a második pedig az, hogy minden ember hajlamos a rosszra, a bűn elkövetésére, és sajnos el is követi azt. Akinek esetleg problémájuk akad a második igazsággal, azoknak egy nagyon egyszerű válaszom van a Szentírásból, amely János apostol első levelében található, az első fejezet 8. verstől a 10. versig. Így hangzik: ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs bennünk. Tehát, aki nem érzi magát bűnösnek, aki nem talál egyetlen bűnt sem az életében, annak egyszerűen rosszul működik a lelkiismerete. Ezt nevezzük kihunyt, alvó, vagy egyszerűen olyan lelkiismeretnek, amely meghalt, halott lelkiismeretnek. Ezt fel kéne éleszteni. Hát erről egy külön videóban szeretnénk nektek beszélni, hogy hogyan is lehet formálni a lelkiismeretet, ugyanis kötelesek vagyunk formálni a lelkiismeretünket, és ez a kötelesség az, ami mindenkire vonatkozik, és számon lesz kérve tőlünk, hogy mi kerestük-e az igazságot, vagy nem. Vannak, akik persze tudják, hogy bűnösök, csak nem tudják, hogy milyen bűnöket követtek el. És akkor előveszik ezt a csodálatos könyvet, a Hozsannát, és elkezdik benne a lelki tükröt bogarászni, hogy miket is követtek el, aztán találnak ott egy ilyen kérdést: szégyeltem-e hitemet megvallani, például templom előtt kalapot emelni? És aztán kiderül, hogy nincs kalapjuk. Hát ez az, nekem sincs, úgyhogy én sem tudok mit kezdeni ezekkel a kérdésekkel. Csipandoznák a talpát, egyfolytában röhög. Lelki tükrök nagyon hasznosak. Akkor, amikor valakinek még nagyon-nagyon bizonytalan a lelkiismerete, hogy mik a bűnök és mik nem bűnök. Nekik viszont ajánlom ezt a könyvet, amelyet Katona István atya és Kunszabó Zoli barátom írtak. Meghívás az életre a címe. Végigveszi a 10 parancsolatot, amely az alapját képezi a lelkiismeret vizsgálatnak, és igazából nagyon jó kérdéseket tesz föl. De én most nem ezekkel a dolgokkal szeretnék foglalkozni, hanem a lelkiismeret vizsgálattal magával, amelyhez nem kell más, tehát nem kell lelki tükör, hanem kell hozzá egy dolog, a lelkiismeret. Mert a lelkiismeret vizsgálathoz nem kell semmi egyéb más, mint a lelkiismeretünk. Azért ahhoz, hogy a lelkiismeret vizsgálat egyre könnyebben, egyre fotabbul menjen, a lelkiismeretünket gyakorlatoztatnunk kell. Méghozzá magával a lelkiismeret vizsgálattal. Ez talán kicsit paradoxnak tűnik, de nem az. Egyszerűen el kell kezdeni csinálni, és akkor egyre jobban fog menni. A legjobb módszer az az, hogyha ezt nem évente egyszer csináljuk, nem is havonta egyszer, hanem naponta legalább egyszer. A legalkalmasabb időpont erre talán az esti óra, amikor is már átlátjuk az egész napunkat, és a pluszt és a mínuszt meg tudjuk látni ebben a napban. Tehát az első módszer neve plusz-minusz. Hálát adunk először is azért az Istennek, ami jó történt velünk. Például, hogy fogalmazunk egészen konkrétan, hogy jót beszélgettem a barátommal. Aztán hálát adunk azért, hogy milyen jót tettem én. Például, hogy Isten adott nekem erőt ahhoz, hogy elmosogassak, bár nem volt kedvem. Aztán jöhet a mínusz oldal. Itt is fogalmazom nagyon konkrétan. Istenem, bocsáss meg nekem, hogy beszóltam a főnöknek. Ez az, amit én tettem rosszat a mai nap.
De előfordulhat az is, hogy valami rossz dolog történt velem, például, hogy megbántott a munkatársam. Istenem, segíts engem abban, hogy megbocsássak neki. Irgalmaz nekünk. Ez lenne az első módszer, tehát a plusz-minusz, ez minden nap alkalmazható, és talán elég rövid. Bármennyire is rövid azonban a lelkiismeret vizsgálat, mindig kezd azzal, hogy hívod a Szent Lelket. Hogy Isten szemével láthassd meg az életedet, ne a saját szemeddel, mert hogyha csak te nézel önmagadra, akkor lehet, hogy csak a rosszat fogod meglátni, és a jót egyáltalán nem. De az is lehet, hogy csak a jót fogod meglátni, és a rosszat egyáltalán nem. Hajd, hogy az Isten feltárja előtted, mi volt a jó és mi volt a rossz. Maradj csendben egy picit. Hajd, hogy megszólalhasson az Isten hangja. És hadd, hogy ő mutassa meg lelkiismereten keresztül azt, hogy mi volt a jó és mi volt a rossz. És akkor most jöjjön a második módszerre, hogy még lelkiismeret vizsgálatot végezhetünk. Ez is nagyon egyszerű, három szóból áll. Én, te, ő. Jézust, amikor Márk evangéliumában az írástudó megkérdezi, hogy melyik a legelső az összes parancs közül, Jézus így felelt neki. Az összes parancs közül a legelső ez, halld Izrael, a mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első parancsolat, a második pedig ez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Tehát a szeretet parancsolata az, ami mindannyiunkra érvényes. Elsősorban az Isten szeretete. Az első és legfontosabb dolog, amelyet szerintem tisztázni kell Isten szeretetével kapcsolatban a lelkiismeret vizsgálatkor, az az, hogy feltesszük a kérdést, Isten maradt-e még az én életemben? Miért is szeretem én az Istent? Eckhart Mester, egy domonkos rendi misztikus a 14. századból a következő képet alkalmazza azokra, akik csak az ajándékaiért szeretik Istent és nem önmagáért. Ők úgy tekintenek Istenre, mint egy tehénre. De Isten nem egy tehén. Isten nem egy tehén. Nekünk kell alkalmazkodni Istenhez, nem pedig Istennek hozzánk. Istent nem használhatom eszközként arra, hogy nekem jó legyen. És éppen ezért megvizsgálhatom, hogy miért is imádkozom például. Azért, hogy az én akaratom teljesüljön? Azért, hogy én megnyugodjak? Hogy ez egy ilyen jóleső érzés legyen a számomra? Vagy keresem az Istent, az Isten akaratát, az ő személyével akarok találkozni? Miért szeretem Istent? Önmagáért, vagy csak az ajándékaiért? Felbaráttal kapcsolatban jön ezt a kérdést kell feltennünk, miért szeretem én a felebarátomat? Azaz, miért szeretem én a feleségemet? Azért, mert megfőzi az ebédet, és van mit ennem? Azért, mert kitakarítja a lakást? Azért, mert kimossa a ruháimat, és van mit felhúznom? Tiszta ruhát, akár ki is vasalja nekem? Miért szeretem a férjemet? Azért, mert sok pénzt hoz haza a munkahelyéről? Azért, mert biztonságot ad nekem? Érzelmi biztonságot ad nekem? Miért szeretem a másikat? Hogyha a másikra eszközként tekintek csupán a saját boldogságom érdekében, akkor még nagyon picike vagyok a szeretetben, és nekem még igenis fejlődnöm kell, hiszen Jézus azt mondta, hogy a szeretet az egészen az élet odaadásáig kell, hogy eljusson. A másikért kell, hogy éljek, a másikért kell, hogy meghalljak. A harmadik kérdés pedig az, hogy ki vagyok én? Szeretem-e önmagamat, és hogy mennyire szeretem önmagamat? Lehet, hogy túlságosan szeretem önmagamat? Lehet, hogy túl kevéssé szeretem önmagamat? Lehet, hogy Istent csináltam magamból? Lehet, hogy egy nagy nullának tartom magamat, és megvetem magamat? Mind a kettő lehetséges. És igazából a kettő közt mozgunk. Vagy túl sokra tartjuk magunkat, vagy túl kevésre. Meg kell tanulnunk Isten szemével látni önmagunkat, és úgy szeretni önmagunkat, ahogy az Isten szeret. Ezt segítheti, hogyha például imádkozunk. És a Szentírásban hallgatjuk az Isten szavát, hogy ő mit gondol rólunk, kinek tart minket, kik vagyunk mi az ő számára, és akkor mi is önmagunkat el tudjuk fogadni olyannak, akik mi tényleg vagyunk. Hogy Isten gyermekei vagyunk, akiket Isten szeret feltétel nélkül, ingyenesen. Hogy valóban bűnös emberek vagyunk, de ettől még nem kell kétségbe esnünk, hiszen ott a megváltás, ott van Jézus Krisztus megváltása,
és ezzel a megváltással, az ő erejével tényleg túl tudunk lendülni a bűnökön. Igen, látnunk kell reálisan önmagunkat. Szeretni önmagunkat úgy, ahogy Isten szeret bennünket. A harmadik lelkiismeret vizsgálati mód pedig, amelyet ajánlok, a Szentmiséből mindannyiunk számára ismert, hiszen ott azt mondjuk, gyónom a mindenható Istennek, hogy vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Az első kérdés tehát, amelyet fel kell tennünk, hogy milyen gondolatok vannak bennünk. Istenes jó gondolatok, vagy ördögi, sátáni rossz gondolatok? Mind gondolkodom, mind jár az agyam, mind pörgök egész nap. Mert a gondolatok meghatározzák a tetteket. Nagyon fontos, hogy ezt azért valahol megvizsgáljuk, milyen gondolatok vannak bennünk. Aztán a szavak. Milyen szavakat használok? Pozitív, megerősítő szavakat, vagy negatív szavakat, amelyek a másikat a földbe döngölik. És pont a kritikus helyzetekre érdemes itt odafigyelni, amikor ugye mérges vagyok, amikor ideges vagyok, amikor türelmetlen vagyok, akkor mit használok? Mi van az én szívemben? Ezt mutatják meg a szavak. Ugye a szív bőségéből szól a száj. Tehát a szavaim megmutatják nekünk azt, hogy mi is zajlik ott odabent, ott a szívünkben. Érdemes megnézni, hogy mit mondok ki. És persze ezt átformálni, hogy az Isten igéje legyen az én ajkamon. Hogy az Isten szava legyen az én ajkamon. Ezért érdemes nagyon sokat használni a Szentírást, hogy a gondolataimat átformálja az Isten igéje, hogy azokon gondolkodjam, amiken az Isten gondolkodik, és hogy azt mondjam, amit az Isten mond. Hogy olyan szavakat használjak, amelyeket az Isten szól. És a cselekvés. Ez egész nem ér semmit, hogyha csak gondolkodunk, hogyha csak beszélünk, de tett nincs, ugye, hát akkor az egész nem ér semmit. Viszont a cselekedet és a mulasztás az mindig együtt jár. Tehát én amikor megteszek valamit, akkor valami más nem teszek meg. Amikor valamit nem teszek meg, akkor valamit megteszek. Tehát sosincs egyik a másik nélkül. Mindig meg kell nézni, hogy mi az, amit csináltam, és mi az, amit viszont elmulasztottam. Nézd meg, hogy mind gondolkodsz, mi az, amit mondasz, és mi az, amit megteszel, és mi az, amit nem teszel meg. Ezek nagyon jól megmutatják azt, hogy ki vagy te, hogy mennyire szereted az Istent, hogy miért szereted az Istent. És hogy pozitív vagy negatív az a mérleg, amely ott este a lelkiismeret vizsgálatkor kijön. Hát ennyi lett volna ez a mai videó a lelkiismeret vizsgálatról, remélem tudtam segíteni. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ez megerősítés a számomra, hogy tényleg jól sikerült, hogy van értelme ezt folytatni. Hogyha vannak kérdéseid a szentgyónásról, akkor írd meg feltétlenül a kommentben, hogy olyan videókat csinálhassak ebben a sorozatban, amelyek érdekelnek téged, és hogyha szeretnél rögtön értesítést kapni arról, hogy megjelent egy újabb videó, hiszen folytatjuk a sorozatot, akkor iratkozz fel a csatornára. Köszönöm szépen, Isten áldjon, pápá!